Őt mindenkinek, sziasztok! Zozák vagyok a kabinból. Előző részekben a Priusunk megszerzéséről és annak a káveriáról kezdtem el mesélni nektek. Most ezt folytatnám. Miután sikerült megjavítanom a fő problémát, az autóm, amiről az előző részben meséltem nektek, most jött a másodlagos gond, a műszerfal újraélesztése. Ismételten az internet segítségét kértem a műszerfal szétszedéséhez. Ugye nem szeretek csak úgy tudatlanul nekiállni valaminek, hogyha esetleg van hozzá információ az interneten. Most értelemszerűen idézőjelben én sem szerettem a YouTube szerelőket, akik a YouTube-ra tanulnak meg szerelni, és akkor ők nagyon nagy fotelszakértők lesznek utána. Tehát nekem azért kell a YouTube meg az internet, hogy lássam egyáltalán honnan induljak el, aztán a szakmai része az meg már benne van a kezemben, meg az évek állnak a hátam mögött. Csak például ne keressek egy csavart, hogy tudok leszedni valami műanyag elemet az autóról, vagy a műszerfalról, hogyha nincsen. És ez a Priusnál nagyon jól is jött egyébként, mindjárt megtudjátok, hogy miért. Tehát rájöttem, hogy a Prius műszerfalat tulajdonképpen pofon egyszerű szétszenni, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon kevés alkalommal, vagy kevés helyen alkalmaztak a japánok csavarokat, leginkább csak ilyen patentok vannak, ami azt jelenti, hogy az ember különböző műanyagelemeket csak megfog, megmarkol, és kicsit erőszakosabban, de úgymond ki kell pattintani a helyéről, hát én ezt szoktam mondani, hogy letépem onnan. Tehát tényleg nincsenek csavarozva. Nincsenek csavarhelyek, nincsenek lukak a műszerfalon, hanem egy egész egy ilyen aránylag egységes képet ad. Lényeg, hogy elkezdtem így szétpattintgatni a műszerfalat, volt egy pár csavar. Én nem akarok hozni az egész műszerfal egységet, amit nekem ki kellett szednem, talán hogyha 8 vagy 10 csavar tartja. Az összes többi az mind ilyen pattintós csak tulajdonképpen. Hátrány ennek, hogy ezek a pattintós részek, ezek ilyen műanyag bolhával vannak megoldva, és ezek hajlamosak eltörni, hogy az évek alatt megvetemettek, tehát előregettek a műanyagok, megkeményedtek, és könnyen elpattan. Lehet venni fillérekért az eBay-ről. Azoknak az a problémája, hogy én vettem egyébként onnan, és nagyon-nagyon nem méretpontosak. Tehát, hogy az ember fölrakja utána, és így messze nem lesz olyan stabil, zörgésmentes a műszerfal, mint előtte volt. Tehát én azt csináltam, hogy elmentem a bontóba, és ott szétkaptam egy ilyen műszerfalt, leszettem egy csomó ilyen maréknyi patentot, vagy 20 darab patentot, és akkor mondta az embernek, hogy nekem ezek kellenek, más nem kell az autó, mennyit kérsz érte, és adják 2 fontot. Mondom, jó, rendben, adtam 2 fontot, és volt egy marék patentom. Mert vettem az eBay-ről, azok így lötyögtek, meg utána lógott a műanyag, meg nem voltak jók. Tehát lényeg, hogy szétborítottam a műszerfalat pillanatok alatt, még saját magam is meglepődtem, hogy ez ilyen gyorsan szét lehet szedni. Hát meg ugye értem szerint, hogy japán autó, tehát hozzányúl az ember egy csavarhoz, akkor az ki meg lehet nyitni, és ki lehet kézzel utána tekerni. A csatlakozók könnyen kicsúsznak a helyükről, tehát olyan japánosan van összerakva, hogy minden flottó patentum működik. Szedem ki a műszerfalat, és ugye van egy ilyen első része, meg van utána maga az ablak alatti rész, amit tartalmazza ezt az egész digitális, nem tudom én, óracsoportot. Lényeg az, hogy szedem ki a műszerfalat, és van itt a 3-4 csatlakozó, húzom a csatlakozókat, az egyik ilyen nagy, vasta csatlakozó, rengeteg kábel megy bele, nincs visszadugva a helyére. Hát mondom, ezzel meg mi van? Hát mondom, ez hogy működhet? Lényeg az, hogy visszadugom a csatlakozót, mondom, kipróbálom, hát ha csak ez volt a baja, beindítom az autót ugye a gombbal, fölüled a műszerfal, ott a nagy nulla, ugye a kilométer óra, a számláló, üzemanyag szintén, az minden, öröm és boldottá, mondom, működik a műszerfal, de jó, mondom, valószínűleg csak ez a csatlakozó csúszott ki a helyéről. Elkezdtem gondolkozni, hogy hát azért ez, hogy csak úgy kicsúszszon egy csatlakozó helyéről, ráadásul ott egy olyan stabil helyen, ami nem is ugrál, nem zörög, nem csörög, nem, tehát az nincs ott basztatva,
Az, hát mondom, nem hiszem, hogy ez csak úgy kicsúszott, ugye próbálgattam, hogy ez ki tud-e jönni a helyéről, de nem. Mondom, nem baj, mondom, működik a műszerfal, ez a lényeg, úgyhogy visszaraktam mindent a helyére, és örültem nagyon, hogy működik az autó. Ugye működött a kilométer óra is most már, az egész ugye műszerfal óracsoport része, a központi kijelző is, a akkumulátor is, jó, teljesen boldog voltam, hogy mondom, nem kellett semmit vennem, nem kellett forrazgatnom, egyszerűen megoldottam ebből a csatlakozó visszadugással a dolgot. Igen ám, de akkor még nem nagyon voltam képbe, hogy az egész összkép, ez hogy fest, vagy mi történt, vagy hogy volt az egész. Nem sokára megértitek, miről magyarázok. Tehát lényeg az, hogy az ember, amikor beindítja a Priust, a kettes generációs Priust, ami nekem is van, az úgy működik, hogy ugye beülök a kocsiba, van a kulcsjuk, oda bedugom ezt a négyzet alakú tulajdonképpen kulcsot, vagy adóbevőt, rálépek a fékre, majd megnyomom a power gombot, és akkor az autónak ugye fölgyullad a központi kijelzője, mármint nem tüzet kap, hanem értitek, illetve a műszerfalon is ugye megjelennek különböző lámpák egy pár másodpercre, és utána is alszanak, ha minden rendben van. Igen ám, csak én nem tudtam, hogy mennyi lámpának kell ott fölgyulladnia, vagy mennyi lámpának kéne ott égnie. Tehát beültem, jó, oké, működik a nem tudom én, a hátsó blokk fűtésnek a visszajelzője, a reflektoré, a tompított világításé, a ködlámpáé, működik az olajnyomás lámpa, meg volt egy jó pár lámpa ott a műszerfalon, de mint utólag kiderült, sokkal, de sokkal kevesebb, mint amennyinek lennie kellene. De ez csak egyébként utólag derült ki még hozzá úgy, hogy miután én visszadugtam a csatlakozót, boldog voltam, hogy működik az autó idézőjelben tökéletesen, akkor ugye nem tudtam, hogy van itt még más dolog is. Lényeg, hogy használom az autót, majd eltelt körülbelül, most nem tudom pontosan, 2 hét, 3 hét, 1 hónap, 2 hónap, lényegtelen. Boldog voltam az autóba, hibátlanul működött, tehát elvitt A-ból B-be, beindult, leállt, minden működött, ahogy kell. Majd egyszer csak utolért az a probléma, amit említettem nemrég, egyszerűen csak elsötétült a kijelző, megint a műszerfal. A központi kijelző, amit középen működött, de az ablak alatti kilométer óra műszerfal, az nem. Egyből mindott eszembe, na, mondom, megint lecsúszott a csatlakozó, az lett a probléma. Most már rutinból szeretném a műszerfalat, tudtam, hogy hol kell pattintgatni, hol vannak kis csavarok, szinte egy 10-es kulcsa, meg egy csillagcsavarodat szét lehet pillanatok alatt borítani a műszerfalat. Szeretném ki a műszerfalat, nézem, a csatlakozó, ami múltkor le volt csúszva, a helyén. Na, mondom, mi van. Próbálgattam ugye egy szétszerett műszerfallal indítgatni az autót. Beindul az autó, látom ugye a központi kijelzőn, de a műszerfal nem működik. Ó, na mondom, akkor most van az a probléma, amit olvastam is ugye a különböző fórumokon, hogy ez a kis dióda, vagy LED, vagy ellenállás, vagy valami, ez tönkrement, és ez lesz a probléma. Úgyhogy műszerfal ki. Megnéztem ezt a kis LED-et, diódát, vagy valamit, hogy ez tulajdonképpen mi, ez hol lehet kapni. Hát nem akarok azon, az eBay-en azonnal megtaláltam a színkód alapján, ugye ezeknek a ilyen kis elektroműszeres dolgoknak vannak különböző színkódjaik, tehát mit tudom, barna, kék, fehér, akkor az valamit jelent. Tehát, és akkor láttam, hogy ezen mondjuk ez a, mit tudom én, kék-zöld-szürke kód volt, akkor kerestem kék-zöld-szürke kódú ilyen valamicskét az interneten. Ugye értem szerintem, hogy ezt a kutatást előzte meg, hogy hívják ezt angolul, milyen neve, mit kell keresnem. De hát ugye a Prius csoportomban rengetegszer leírták, úgyhogy ezt elkezdtem keresni a eBay-en. Azt hiszem talán 5 darabot adtak belőle 2 fontért. Valamilyen vicces összeg volt, mondom, de jó, de egyet nem lehetett venni, mert annyira picike volt, úgyhogy jó, akkor veszek 5 darabot, azt lehet, hogy másik 4-et kidobom, mert hogyha ezt az ember egyszer kicseréli, akkor soha többet az életben szinte nem lesz a szükség, mert megint el fog menni az autó 10 évet vele. De egyébként megvettem 5-ös pakkot, ugye visszaraktam akkor még a műszerfalat a helyére, mert mondom, az eBay-ről, mire megérkezik, az legalább 2-3 nap.
addig is használom az autót, hát tudom, hogy nincs műszerfalam, de hát alapvetően tudok A-ból B-be tudok jutni, majd értem, szerintem nem száguldozok, hanem nézem majd a telefonon, mennyivel megyek. Ja, úgy voltam vele, hogy nem emlékeztem, mennyi üzemanyag volt az autóban, tehát úgy voltam vele, hogy mondom, elmegyek most azonnal a benzinkútra, megtankolom, és azzal az üzemanyaggal én 2-3 napot biztos tudok menni. Hogyha nem tudom, még messzire kell mennem még akkor is, de általában csak ott dolgozni jártam, meg a Stó környéken kocsikáztam. Tehát mondom, ezt a 2-3 napot egy tank benzinnel simán kihúzom. Úgyhogy így is tettem, megtankoltam az autót, majd vártam az alkatrészt. Megjött az alkatrész, egyik este megint egy sör mellett műszerfal ki, be a szobába, elő a forrasztópákát, kicseréltem ezt a kis dióda LED ellenállás, nem tudom, napig, hogy hívják egyébként, nem is érdekel különösebben. Lényeg az, hogy nagyon pontos leírást adtak a fórumokban, meg a videón is látszott, mit kell csinálni. Úgyhogy kicseréltem szépen. Ja, még annyi, hogy ez nem pontosan, amit rendeltem, ez nem pontosan ugyanaz, mint a gyári, mert mondjuk a gyári, mondok egy számot, mondjuk 100-as, és azt javasolták, hogy az ember tegyen bele mondjuk egy 120-ast. Most nem tudom pontosan, hogy ez mikrohm, vagy millióm, vagy amper, vagy mi ez. Azért, hogy egy picit nagyobbat érdemes venni, azt belerakni, tökéletesen fog működni a műszerfal, de soha az életemben nem fog tönkre menni akkor ezáltal. Tehát a gyárban ezt kicsit alulméretezték ebben a mondjuk 20 egységnyivel, most csak mondtam valamit. Tehát lényeg, hogy megvettem ugye ezt a nagyobbik valamicskét. Ezt beforrasztottam a műszerfalba, vissza a műszerfa, életre kell megint az egész, mutatja üzemanyagszintjelzőt, mindent. Hú, de happy days, tök jó. És akkor, miközben én ugye itt kutatgattam a műszerfal javításának a lehetősége után, hogy hogy kell ezt megoldanom majd, akkor láttam különböző képeket az interneten, mind a fórumon, mind a YouTube-on, és feltűnt nekem, hogy nekem, mint hogy kevesebb lámpám lenne akkor, amikor beindítom az autót. És olyan úgy beletette a bogarat a fülembe, hogy ez mi lehet. Úgyhogy visszarakom a műszerfalat, nem teljesen, csak úgy provizórikusan visszaillesztettem a helyére, felütöm a csatlakozót, beindítom az autót, fölgyulladnak ezek a lámpák, amik szoktak egy pár másodpercre, majd elhasznak. Hát mondom, ez gyanús, nekem van. Most nem akarok hazudni, mondom, indításkor mondjuk van 3 lámpám, vagy 4. Most nem bírom megmondani sajnos fejből. Tehát fölgyül ez a mondjuk 4 lámpa, ugye az olajnyomás, talán az ABS, a légzsák, meg talán még egy valami. Tehát lényeg ezek az általános lámpák. Fölgyül annak, majd elalszanak, amikor beindul az autó. Ezt eljátszottam, vagy 3-4-szer, és föltűnt, ugye első alkalommal, amikor ezt megcsináltam, akkor mondom, ez nem stimmel. Bementem a telefonomért, kihasztam a telefont, és letöltöttem megnéztem egy olyan képet, hogy milyen lámpáknak kell lenni a műszerfalon, amikor beindítom a Priuszt, vagy csak úgymond ráadom a gyújtást. Hogyha a fékpedál megnyomása nélkül nyomja meg a power gombot az ember 2-szer, akkor csak gyújtás jön az autóra, nem indul be. Tehát nem lesz üzemképes. Ez olyan, mint az ember egy sima ilyen fordítós kulcsa nem indítja be az autót, csak ráadja a gyújtást. A Prius ezt csinálja, hogyha 2-szer megnyomjuk a power gombot fékpedál nélkül. Ha fékre állítjuk és úgy nyomjuk, akkor meg értelemszerűen üzemképes lesz az autó, és akkor úgymond ready-be megy, tehát tudunk közlekedni vele. Lényeg az, hogy ráadom a gyújtást az autóra, fölgyulladnak a lámpák, hát összehasonlítom a telefonomon lévő képpel, hát mondom, itt nagyon-nagyon sok lámpa hiányzik. Van ott valamilyen VSC lámpa, kipörgésgátló lámpa, motorkontroll lámpa, azt egyébként föl se tűn nekem, megmondom őszintén, amíg hazadom az autót, hogy nem még a motorkontroll lámpa. Illetve van egy hatalmas nagy piros háromszög, a Priusosoknak a rémálma, a nagy piros háromszög, mert az azt jelenti, hogy az autó meghalt, és abban te nem tudsz menni mostantól sehova. És ez a nagyon okos ember, aki próbálta megcsinálni az autót, mielőtt én megszereztem, vagy megvettem, ez kiszedte a műszerfalat,
És ugye ezekben az autókban, már a digitális műszerfalban már nem égők vannak, amit kiteker az ember, azt el van intézve, hanem ledek vannak ugye rajta a nyomdott áramkörön. És ugye mivel az autót nem tudták eladni ezekkel a hibalámpákkal, mert értem, hogy ez tele van a műszerfal hibalámpával, akkor senki nem veszi meg az autót. Erre ez az ember mit csinált? Fogta, és nem tudom, vagy csípőfogoly valamivel kivagdosta ezeket a hibajelző ledeket a nyomtatott áramkörről. Tehát egy ilyen igazán barbár, idióta vadállat volt, ahelyett, hogy ráragasztott volna mondjuk egy vagy két réteg szigetelő szalagot, és megvan oldva a probléma. Nem, kivagdosta. Tehát én most tulajdonképpen, és akkor valószínűleg, amikor szerelték össze a műszerfalat, akkor ugye elfelejtette rádulni a csatlakozót, visszarakta a műszerfalat, és akkor nem gyulladt föl neki a műszerfalon a világítás, és akkor biztosan azt gondolta, hogy mivel kivagdostam ezeket a ledeket, ezért most már egyáltalán nem működik a műszerfal. És úgy hagyták a picsába az autót, azt már eladjuk faszba valakinek, aztán majd az küzdködik vele. Na hát életem ez a szerencsétlen flótás. Tehát lényeg az, hogy nem elég, hogy csak ezt a csatlakozót nem dugta vissza az ember, utána nekem még tönkre is ment a műszerfal, de utána rájöttem, hogy vagy négy vagy öt LED, hibajelző LED ki van vágva a műszerfalból. Na mondom, hát ez kurva jó, hát mondom, most akkor mit tudok csinálni. Elkezdtem műszerfalat vadászni, hogy vennék műszerfalat. Igen ám, de itt Angliában ugye minden évben beírják a kilométer óra állást a műszaki vizsgakor a nagy könyvbe. Meg ezt interneten is el lehet érni egyébként. Úgy tudom, most Magyarországon is. Tehát lényeg, hogy én néztem műszerfalat, de hát nekem ilyen 100, azt hiszem, 164 ezer mérföld körül volt az óraállásom, és nekem e körül kellett keresnem valamilyen órát, ami mondjuk ilyen 150 és 170 ezer mérföld körül van, mert mondjuk az előző vizsgám volt mondjuk 148 ezer, de a következőn nem lehet benne mondjuk 190 ezer, mert senki nem hiszi el, hogy ennyit ment fel az ember. Meg értelemszerűen kivesz olyan órát, amiben sokkal több van, mint ami eredetileg volt. Tehát én próbáltam venni kevesebb mérföldes órát, hát az én korú Priusomban 160 ezer mérföldnél kevesebbet mutató kilométerre találni, az lehetetlen. Tehát az egy ilyen Mission Impossible volt szinte. Tehát ott álltam ilyen teljesen szétbarmolt műszerfalakkal, ledekkel, ki voltak vagdos, ugye nem működött egy csomó visszajelző lámpa. Tehát opcióm volt, hogy vagy veszek egy kilométer órát sokkal több kilométerrel, amin működnek ugye hibajelző lámpák, és akkor azt berakom, de akkor sokkal több kilométer lesz az autóban, akkor azt, amikor majd esetleg el akarom adni, vagy akkor az ilyen hülyeség, vagy egy extra rossz lesz, vagy hülyének néznek majd, hogy mentem egy autóval egy év alatt 60 ezer mérföldet, vagy tehát egyszerűen úgy voltam, hogy nem találtam olyan órát, ami nekem szimpatikus volt. És lényeg az, hogy jó, mondom, akkor így hagyjuk, mondom, hogy ha valami gond van, mert ugye amikor gond van az autóval, akkor a központi kijelzőn van egy ilyen kis autó ikonocska, ami ilyen zölden világít, és hogyha az a zöld autó ikonocska átvált pirosra, akkor jelenti, hogy az autóval gond van, illetve a műszerfalon lévő összes hibajelző lámpa fölgyullad. Most nekem nem tudott fölgyullani hibajelző lámpa, mivel az előző paraszt kivagdosta őket, tehát nekem maradt ez egy kontrolláló dolgom, hogyha pirosra vált valami ügyből kifolyólag a központi kijelzőn a kis autó, akkor gondom van. És bevallom őszintén, a mai napig így közlekedek az autóval, nekem hiányoznak a műszerfalból a hibajelző lámpák. Volt már azóta probléma az autóval, az akkumulátorra volt megint probléma, ugye hát ezek fáradnak, tehát használódnak el. Egy elég jó megbízható technológia, de hát azért ami elromolhat, az előbb-utóbb el is romlik. És tudom, hogyha gond van az autóval, akkor ez a kis zöld autó ikon, ez átvált pirosra a központi kijelzőn, sőt, még ott még kiírja a szövegben is, hogy problém. Tehát, hogy probléma van az autóval. Úgyhogy tudom kontrollálni az autó meghibásodását, hát nem a műszerfalon ezzel a úgynevezett karácsonyfával. Ezt a karácsonyfa kifejezést ezt abban a csoportban hallottam, aminek azóta már oszlopos tagja vagyok. Évek óta, úgymond. Ez a Prius Club Hungary. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szuper csoport, nagyon segítőkészek az emberek, vannak nagyon sok tapasztalattal bíró emberek, szóval egy nagyon jó közösség.
És miután megettem a Priuszt, és rájöttem, vagy megtaláltam ezt a csoportot, akkor ugye beléptem, ez évekkel ezelőtt volt, és azóta is tagja vagyok a csoportnak, bármi gond van, akkor az emberek oda beírnak, hogy kinek mi a gondja, és akkor általában perceken belül jön valami tanács, vagy segítség, mit lehet csinálni. Illetve van egy guru, aki csak hibrid akkumulátorokkal, illetve azoknak a felújításával foglalkozik. Budapesten a harmadik kerületben tevékenykedik, egyszer voltam már én is nála, amikor Magyarországon voltunk a Priusszal, időpontot kértem tőle, és akkor teljesen átnézte a hibrid akkumulátort, és rendbe is rakta egy, hát azt hiszem ilyen 120-130 ezer forintot fizettem neki összesen. Irdatlan profi az ember, tehát nagyon profi, évek óta ezzel foglalkozik. Ő azt csinálja, hogy kiveszi a komplett akkumulátorpakot, a hibrid aksi pakot, szétszeri darabjaira, és minden egyes cellát vagy modult ugye leellenőriz, amelyiket úgy ítéli meg, hogy rossz és cserére szorul, azt kicseréli, amelyik jó, azt meg visszaépíti. Tehát tulajdonképpen így teljesen felújítja az akkumulátorpakot, ugye attól függ az ár, hogy kinek mennyi cellát kell cserélni. Nekem ilyen négyet kellett kicserélnem. Körülbelül, vagy hatot, nem is emlékszem már. És lényeg az, hogy ugye nekem nincsen ilyen visszajelzésem a műszerfalon, hogy most nekem ez a karácsonyfa följön. Ugye az ideje karácsonyfának, mert az ember, hogyha megy, valami megkapásodik ez a Priuson, akkor ez a nagy piros háromszög fölgyullad a VSC lámpa, a motorkontrollámpa, tehát egy csomó minden lámpa így fölgyullad azonnal, hogy gond van az autóval, állj meg. És ez ilyen rémisztő az embereknek, mondom, ez pláne ez a nagy piros háromszög. Lényeg, hogy nekem ez a rengeteg karácsonyfa izzó, ez nekem nincs benne az autómban sajnos, de a mai napig használom az autót, és én nagyon szeretem, abszolút tényleg, tehát le a kalappal. Tehát bejártuk már vele Tolnát, Baranyát, és ha volt is gond vele, akkor is mindig hazavitt, vagy legalábbis kiolvastam a hibakódot, és ki tudtam törölni esetleg, amíg haza nem érünk. A csoportbotton belül megtudtam, hogy lehet kapni ilyen Bluetooth-os ilyen OBD2 kiolvasót, le lehet tölteni applikációt a telefonra, úgy hívják, hogy Dr. Prius, és ezzel ki lehet olvasni, mi a baj az autónak. És lényeg, hogy nekem is benn van a kocsiba állandóan egy ilyen kiolvasó kütyű, hogyha valami gond van az autóval, bedugom a helyére, telefonnal rácsatlakozok, és kiolvasom, mi a hibaj az autónak. Rákeresek ugye neten, hogy mi ez a hiba, vagy a Prius csoportban, vagy az interneten Google-in, és hogyha úgy ítélem, hogy haza lehet vele menni, akkor hazamegyünk. De eddig mondom, lekopogom, mindig hazamentünk a Prius-szal. Egyszer voltunk egy nagyobb problémában, de arról majd a következő részben mesélek nektek. Remélem tetszett ez a rész is. Ha igen, akkor megköszönöm, hogyha nyomtok egy lájkot, ha nem, akkor nyomjatok egy dislike-ot kétszer. A következő részben remélem találkozunk, és ne felejtsetek el feliratkozni. Addig is, sziasztok!